A mai napon az Országos Széchenyi Könyvtár, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, illetve az együttműködő kulturális partnerintézmények együttműködését és ennek eredményét ünnepeljük. Hol is vagyunk most? Brüsszelben, Magyarország házában. Egy évvel ezelőtt az Országos Széchenyi Könyvtár egy felkérést kapott arra vonatkozóan, hogy egy reprezentatív könyvgyűjteményt, egy könyvtárszobát rendezzen be Brüsszelben. Nagyon megtisztelő volt a felkérés, aminek minden tekintetben eleget szerettünk volna tenni. Egy év munkájának az eredményét láthatjuk most ebben a könyvtárszobában. Az Országos Széchenyi Könyvtár közel 20 munkatársa dolgozott ennek a reprezentatív könyvgyűjteménynek a létrehozásában. Kezdve a könyvlista kialakításától, a könyvek beszerzésétől, elhelyezésén át ennek a könyvtárszobának a kialakításáig. A helyiségnek a neve Márai Szalon, ezért is fókuszban van Márai Sándor. Tehát igyekeztük összegyűjteni az Európai Uniós tagállamokban lefordított legfontosabb márai műveket. A könyvtárszobának két oldala van, ez az egyik, ahol azok a művek találhatók meg, amelyek valamilyen a szerzőik valamilyen tudományterülethez köthetők, és többségükben magyar szerzők. A könyvespolc rendszer másik oldalán pedig a szép irodalmi műveket találjuk. Ha egy picit beszélhetek arról, hogy itt ezen a 60 polcon körülbelül, vagy egész pontosan 66 polcon mi minden látható, akkor talán úgy érdemes beszélni erről, hogy megpróbáltuk mindazokat a kiadványokat összegyűjteni, amelyek az Európai Unió tagállamainak nyelvén megjelentek. Leginkább tehát kúráns kiadványokat gyűjtöttünk össze. A legismertebb magyar szerzőink fordításai találhatók itt egyfelől, vagy többségében. Másrészt pedig az Európai Uniós országoknak szintén a legkiemelkedőbb szépíróitól is mutatóban néhány kötet található. Tehát itt ezen a könyves polc részen nem szerzői betűrendben és nem nyelvek szerint, hanem különböző téma szerint találhatók meg a művek. Itt ez a két oszlop szinte teljesen a történettudomány körébe tartozó legfontosabb művek, amelyeknek magyar szerzőik vannak, és valamilyen európai nyelven jelentek meg eleve, vagy lelettek fordítva. Miért is különleges ez a könyvtárszoba, miért is különleges ez a könyvgyűjtemény és ez a projekt? Az Európai Unió tagországainak és az Európai Unió nyelveinek a reprezentációja található meg ebben a szobában, az itt összeállított könyvgyűjtemény segítségével, amely a maga nemében egyedülálló, és sehol máshol a világon ilyen könyvgyűjtemény nem található. Szép irodalom és szakirodalom mind hozzáférhető, elsődlegesen magyar szerzők fordításai, de megtalálhatók külföldi szerzők Magyarországra vonatkozó dokumentumai is. A könyvtárszobában számos magyar kiválóságról olvashatunk, láthatunk kiváló dokumentumokat. Gondoljunk Puskásra, Karikó Katalinra, a magyar irodalmi kiváló szerzőkre, kémikusokra, fizikusokra, akikre mind büszkék vagyunk. Itt a Márai Szalonban található egy Corvina díszmásolat is. Az épület létrehozásának alapvető célja az volt, hogy bár sokféle képviselete van Magyarországnak Brüsszelben, legyen egy önmagában a létével egy kulturális képviselete, és ebben nagyon nagy szerepet szártunk kezdettől fogva az Országos Széchenyi Könyvtárnak. Különböző szalonok vannak a házban, mindegyik a magyar tudomány és kultúra egy-egy fontos szereplőjét és egy-egy fontos részét képviseli. Sokan azt mondták, hogy ezen a helyen Magyarország nem fog tudni építeni egy ilyen
kulturális központot, hiszen itt a belváros belvárosában vagyunk egy műemléképületben. Már az is nagy kérdés volt, hogy tudunk-e egy ilyen védett környezetben építési engedélyt szerezni, vagy megvalósítani azokat a terveket, amiket megvalósítani szándékoztunk. Szerencsére sikerült, egy fantasztikus csapat, egy kitűnő nagykövet, egy építész csapat és egy helyi belga építész csapat is segítette a munkánkat. Eredeti elképzeléseket azt gondolom sikerült megvalósítani. Aki bejárja a házat, az látja, hogy pontosan úgy néz ki a ház, mint a látvány terveken, és maga a kulturális tartalom még annál is több, mint eredetileg reméltük. Szeretném megköszönni a kiváló munkát az Országos Széchenyi Könyvtár szakmai csapatának. Az ő együttműködésük és munkájuk nélkül ez a könyvtárszoba, ez a könyvgyűjtemény nem jöhetett volna létre. Szeretném szintén kifejezni a hálánkat Sági Attila projektvezető úrnak, a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak és minden kulturális intézménynek, aki ebben a projektben számunkra támogatást nyújtott.